nagyon boldog új évet kívánok minden kedves Weekend nézőnek, kollégáim nevében is. Ez 2019 első adása. És nagyon reméljük, hogy sikerült egy kicsit visszarázódni a hétköznapokba, és olyan újévi fogadalmakat tenni szilveszter éjszaka, amiket be is lehet majd tartani. Így van, erről is beszélgettünk majd, aztán kicsit visszanézünk 2018 végére egy fantasztikus Majka koncert és egy Hófehérke musical erejéig. És még nosztalgiázunk is egy icipicit, ugyanis jön két cserediák programos tanuló is hozzánk, szóval megint színes műsor elé nézünk, de ugorjunk is fejest akkor az új évbe és az azokkal kapcsolatos fogadalmakba, hiszen vendégünk a stúdióban Horváth Péter életmód tanácsadó, és a fia Horváth Noel. Sziasztok! Noé, bocsánat! Noé. Sziasztok. És nem csak táplálkozási szakértő, hanem tréner is, és mindenféle egészséggel kapcsolatos dologhoz ért. Ami egészséggel kapcsolatosabban te otthon vagy. Fogalmazunk így. Igyekszem a kihívásodat megfelelni. Tettél újévi fogadalmat? Tettél újévi fogadalmat? Tettem, igen. De nem árulhatom el, hogy mit, hiszen akkor már nem fog teljesülni. Ez nem csak az álmoknál működik, így én azt hittem, hogy ha álmodunk valamit, azt nem mondjuk el, mert akkor nem fog teljesülni, de a fogadalmaknál is így. Nem tudom, de akkor végül is elárultam, hogy én azt fogadtam meg, hogy próbálok még több embernek segíteni elérni a célját. Legyen az akár tömegnövelés, fogyás, egészséges életmód kialakítás, szóval bármi. Ez egy nagyon szép végszó volt, köszönjük szépen a figyelmet, nem vicceltem. Hát igen, hiszen te ezzel nagyon-nagyon sok éve foglalkozol. Mik a tapasztalatok, hogy mennyire tartják be az újévi fogadalmakat a te ügyfeleid, kis kliensek? Az én ügyfeleimnek muszáj betartani, hiszen ott vagyok mellettük, és gyakorlatilag korbáccsal ütöm, vágom őket. Ez picit komolytalan volt, de sokkal könnyebb úgy elérni a célt, hogyha van egy olyan személy mellettük, aki inspirálja és motiválja őket, hogy emlékszel, arról beszélgettünk, hogy lefogysz 10 kilót a következő hónapra, most ennyinél állunk, akkor hogyan tovább? Igen, mert tehát ugye tudsz lépésről lépésre segíteni, hogy egy-egy ilyen fogadalmat betartson valaki, mert ugye nagyon sokan úgy állnak neki az új évnek, hogy kitűznek maguk elé egy olyan célt, amit egyedül nem biztos, hogy el tudnak érni, hiszen nincs mellette a motiváció, és nincs senki mellettük, aki megmutassa, hogy hogyan induljanak el ezen az úton. Tehát a 10 lépcsőfok közül rögtön 4-5-öt akar ugrani, holott fizikai képtelenség. Hogyan lehet egyébként ezt lépésről lépésre, étrendben és edzésben is betartani? Igen, nagyon jól láttad az előbbi kérdést. Én azt javasolnám mindenkinek, hogy próbáljon egy olyan célt kitűzni maga elé, ami tartható és el tudja érni. Tehát most mondok egy konkrét példát, valaki szeretne 20 kilótól megszabadulni, akkor ne egy hónap alatt próbáljon 20 kilót fogyni, holott az a 20 kiló mondjuk 10 év alatt jött fel rá. Tehát kellnek egy olyan kis lépések, hogy mondjuk minden nap 10 percet fog sportolni, aztán két hetente fogom növelni 15 percre, vagy 20-ra, vagy 30-ra. A táplálkozásban nem fogok azonnal drasztikus lépést tenni, hanem először nem eszek például édességet, nem eszek csokoládét, vagy kenyeret, és így szép lassan el lehet jutni egészen a célig, és sokkal nehezebb szakértő nélkül, de nem lehetetlen teljesíteni az álmokat. Igen, csak nagy akaraterő kell hozzá, és ebben azért nagyon nagy segítség, hogyha valaki az ember mellett áll és támogatja, illetve amikor jönnek az elgyengülős pontok, akkor ott van és segít. Pontosan, jól látod. Igen, és akár tömegnövelésről vagy fogyásról bármiről legyen szó, nyilván nagyon fontos a táplálkozás is és a mozgás is. A mozgás, igen. Melyiket nehezebb betartani, melyikkel kapcsolatos újévi fogadalmakat? Mert nyilván bármiről legyen szó, mind a kettőben kell változtatni és megfogadni valamit. Szerintem a legnehezebb a táplálkozás, mert elmegyünk kirándulni, elmegyünk barátokhoz, elmegyünk egy moziba, és a kísértés már is előttünk van, hogy muszáj venni valamit, ami ott van, mert ha nem veszel, akkor a többiek mit fognak szólni, vagy nem fogsz felkészülni rá, és ilyes leszem mondjuk egy moziban a film végére. De én úgy gondolom, hogy ha valaki kitűzte maga elé a célt, akkor ezt nagyon könnyen lehet teljesíteni. És hogyha esetleg úgy tűzzük ki, hogy hát magunknak próbáljuk meg ezeket betartani, tehát hogy nincs mellettünk egy szakember, aki ebben tud segíteni, akkor mik azok a gondolatok, vagy hogyan lehet magunkat motiválni, hogy igenis meg tudom csinálni? Egy nagyon jó tipp például, ezt szoktam a vendégeimnek alkalmazni, vagy mondani, hogy vegyenek egy 2 számmal kisebb ruhát. Ez gonosz, ez nem jó tipp, de, ez de, nagyon gonosz. De viszont működik, mert ha veszel egy 2 számmal kisebb ruhát, vagy 3, mindegy, és kirakod magad elé, vagy a tükör mellé, akkor minden nap látni fogod, hogy igen, az a tervem, hogy én ezt a ruhát fel fogom venni 3-4-5 hónap múlva. Uh-huh. Persze attól függ, hogy mekkora, vagy mi a cél, fogyás, tömegnövelés, és látod minden nap azt, hogy kiadtál érte sok 1000 forintot, és már pedig ebbe akkor is bele fogok férni.
Igen, ez nagy akarat erőt ad. Nekem egyébként nem is kell hozzá új ruhát venni, elég, hogy egy pár régebbit megtartottam, amiben már nem félek bele, és tudom, hogy azért nem dobom ki, mert egyszer még belefogok. Igazából nekem is van ilyen trükköm, de van a másik irányba is, tehát van olyan nadrágom árakva, hogy ha véletlenül valami nem úgy alakul, akkor is tudjak mit felvenni. Hát ugye itt van a fiad is, Noé, akinek hát fogyni nem kell. Nem. Szörnyű, nem is te értem. Még fantasztikusan jó kondiban vagy. Igen. Te fogadtál meg valamit az új évre? Nem is feltétlenül edzésterén, de mondjuk sulival kapcsolatban. Hát sokkal jobb jegyeket szeretnék szerezni, meg mi többet tanulni. Miben szeretnél a legtöbbet fejlődni? Melyik az a tantárgy, ami most még úgy olyan remegő lábakon áll, és azt mindenképpen szeretnéd felfejleszteni? Az angolt. Az angol? Igen, az egy nehéz dolog. Hát igen, nehéz, de nagyon jó a célkitűzés. Igen, és táplálkozásban esetleg, mert hát apukád mellett azért nyilván vannak elvárások, hogy hogyan kell étkezni, az nálad így rendben van. Miket szoktál enni például? Hát szoktam ilyen egészségesebb kenyeret enni, így próbálok nem olyan egészségtelen ennivalókat enni. Apukád ebben mennyire segít, mennyire motivál téged? Hát szokott, hogy olyan kenyereket vesz, amik ilyen nem egészségtelenek, úgyhogy igen. Akkor odafigyel rá, hogy igen. Egészséges ételeket egyél, de gondolom azért néha ti sem mondtok nemet egy finom pizzára mondjuk. Hát nem tudom megmondani utoljára, mikor ettem pizzát. Visszafel egyébként működik a motiváció? Tehát Noé motivál téged valahogyan? Igen, mert úgy gondolom, hogy az a legnagyobb dolog a világon, az életben, hogyha a gyermekednek te vagy a példaképe. És igyekszem példakép lenni, és jó példával előjárni persze. Hát ezek nagyon szép végszavak voltak. Mi azt kívánjuk nektek akkor, hogy tudjatok segíteni, hát főleg nyilván Peti te, hogy tudjatok segíteni minél több embernek. Noé, neked meg az angol tudást, azt fel kell turbózni, mondjuk jó kis kirándulásokkal esetleg. Még igen? Szeretnék valamit mondani, egy jó végszót, jó? Na. Nagyon jó dolgokról beszélgettünk, én mégis azt üzenném az embereknek, hogy évről évre ugyanazokat a köröket futják, hogy szeretnének lefogyni, új célok, a ruha, amit szeretnének belefogyni, hogy igazából egyetlen egyszer kell csak egy jó munkát végezni, tehát egyszer kell lefogyni, és utána már csak szinten kell tartani. Sokkal könnyebb, mint évről évre mindig ugyanazt megfogadni, és rájönni arra, hogy nem megy. Tehát egyszer kell egy nagyon nagy elhatározás, egy jó munka, és utána már csak szinten kell tartani. Ez tényleg nagyon jó végszó volt. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és okos tanácsokkal bővítettétek a mi egyébként nem túl nagy tudásunkat ennek területén. És hát ameddig mi is átgondoljuk ezeket az intelmeket, illetve jó tanácsokat, addig önöknek pedig mutatunk egy kis szórakozást, egész pontosan azt, hogy milyen volt Majka december 27-i arénás koncertje. Lássuk!
Nyíregyháza környékén viszonylag keveset láthatjuk és hallhatjuk Majkát, évente 3 buli nagyjából maximum Nyíregyháza környékén. Mégis milyen ide jönni ilyen számok mellett? Hát ez figyelj, ez még mindig így van mindenhol, tehát ez nem Nyíregyháza kiváltsága. Talán Debrecen az egyetlen olyan hely, ahova sokat járunk, de oda se járunk szerintem 3-nál többet, meg 2-nél többet egy évben. Ez pont azért van, hogy ne legyen az, hogy eljössz a Majkára, mit tudom én, 2 havonta. Mert azt szerintem baromi unalmas tud lenni. Úgyhogy, mert azért Nyíregyháza ez egy központi hely, tehát Debrecenbe is át lehet menni, ha valaki nagyon akar látni, Miskolcra is oda lehet érni szerintem innen. Tehát azért van a közelben egy-két ilyen nagyobb hely, nagyobb város. De régebben egyébként, amikor még mentek a diszkóhaknik, akkor ez a térség, a nyírség, a hajdúság, az rettentően kelendő volt. Tehát ott rengeteget léptünk fel, még annak idején a Pápai Jocival, Tysonnal, Curtisszel is. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sokat voltunk itt a környéken. Úgyhogy gyakorlatilag, meg hát én privát emberként jövök egy csomószor Nyíregyházára, mert ugye állatkertezek, meg minden olyan dolog, ami csak itt van, vagy minőségi, mint Budapesten, az egyik legjobb az országban, azért el kell ide utazni, és jó messze vagytok, ez valahogy meg lehetett volna oda közelebb is, de hát így alakult, most nem tudok mit csinálni. Az egyik legutóbbi bulid az éppen Kisvárdán volt, az is elég jó hangulatú lett, mint hát a legtöbb Majka koncert nyilván. Hogy érezted magad azon a bulin? Hát a Kisvárdai ez egy érdekes fellépés volt, több szempontból is. Akkor álltam a legmeglepőbb módon hirtelen felindulásból egyedül a színpadon, Attila beteg volt. És én akkor, ha jól éreztem magam, de tudod, az a baj, hogy akkor 20 perc előtte tudtam meg, hogy nem jön az Ati. És akkor úgy azért úgy hirtelen, se technikailag nem vagy felkészülve arra, ami történik, az agyadba át kell futtatni egy csomó dalszöveget. Tehát én azt annyira nem élveztem azt a koncertet, hanem inkább arra azzal foglalkoztam, hogy minden lemenjen, és azok az emberek, akik eljöttek a koncertre, azok ne úgy távozzanak, hogy nem olyat kaptak, amit vártak volna. Úgyhogy én megpróbáltam mindent megtenni, nyilván azóta ez a dolog beállt, tehát azóta már a kényszer megszülte azt, hogy fel legyünk készülve ezekre a helyzetekre, és hát azóta ez máshogy működik, de az a Kisvárdai, az volt a szívemnek egy nagyon kedves fesztivál, az egész térség, mondom meg ez eleve keleti rész, ugye a mezőtúri, ami nagyon jó, az Ízfest, meg a Leszfest Kisvárdán, tehát ez mind a kettő egy nagyon fontos állomás, és ezért sajnáltam, hogy ott nem tudtam egy olyat úgy adni magam a közönségnek, hogy ilyen felszabadultan én is szórakozni, ahogy ők, inkább az melós volt, azt mondom. Gondolom azért valamilyen visszajelzéseket mégiscsak kaptál, voltak? Hát persze voltak, tehát nem volt negatív, meg hát ugye nyilván aki ebben a körben mozog, aki egyszer lépett színpadra, aki egyszer már látott ilyen produkciót közelről, az tudja, hogy mit jelent az, hogyha 10 perccel előtte azt mondják, hogy hát egyedül vagy most a helyet, hogy ketten lennétek. Ez egy kicsit azért ijesztő tud lenni, de főleg úgy, hogy mit tudom, elmúlt 9 évben mindig ketten voltak a színpadon, bár azért már előtte is voltak olyanok, amikor egyedül álltam, csak ugye ez most azért volt hatványozottan sok, mert akkoriban volt az, hogy a Kollányi már nem jött velünk, mert ugye terhes volt, már akkor neki az elég kényelmetlen volt a 2 gyerekkel utaztatni magát az autóba, és akkor hirtelen a Zsuzsi sem volt ott mehettem a színpadon, az Attika sem volt mehettem a színpadon, tehát az egy kicsit olyan volt, hogy jaj. De nem volt gond, tehát nem, szerintem lement normálisan, tehát jól érezte magát mindenki, aki eljött. Ezt mi is aláírjuk, hiszen ott voltunk és láttuk, hogy jó buli volt. 2018-nak a végén vagyunk, és az eddigi beszélgetésből is kiderült meg, aki követi a munkásságodat, az tudja, hogy azért voltak ilyenek is, meg voltak szenzációsan minden szempontból kiváló bulik. Te hogyan értékeled ezt az évet? Hát ez egy érdekes év volt, mert igen, én magamban sem vettem még górcső alá, csak így a nagy dolgokat tudom, tehát hogy gyakorlatilag minden volt nekem ebben az évben. A legjobb dolgoktól, az arénás bulitól elkezdve veszteségig, minden, amit el lehet képzelni, és
Ez egy nagyon-nagyon eklektikus év volt, azt lehet mondani. Ugyanannyi siker, meg annyi csillogás volt benne, mint amennyi hátulról, amit az emberek nem látnak, nagyon annyi szomorúság is. Hát, de nyilván ezt meg kell szokni, tehát hogy gyakorlatilag szerintem ez minden évben van, én most megkaptam egy extrát 2018-ban, ebből reméljük, hogy 2019-ben meg egy csomó csak jó dolog lesz, legyen így, és aztán majd valamikor a Jóisten küldjön rám egy 5-6 év múlva megint valami olyat, amit el kell viselni, aztán utána megint egy 5-6 évig. Tehát ez, szerintem az embernek, ez a Sebestyén Balázs szokta mondani, nem jöhet mindig. Tehát azért egy olyan pozícióban vagyok én is, meg olyan dolgokat élek meg csinálok, amiért más ölni tudna. És azért ez egy fantasztikus dolog, hogy egy kicsit belegondolok a saját életembe, akkor egy olyan életet élek, amilyet szerettem volna mindig is. És az, hogy időnként meg kell küzdenem olyan problémákkal, amivel egyébként nagyon sok ember megküzd a saját életében, akinek olyan élete sincs, mint nekem, így mindig arra gondolok, hogy milyen lenne akkor, ha még ezt se tudnám mellette csinálni, és egy picit így könnyebb átlendülni ezeken a dolgokon, de mindenkinek megvan a saját keresztje, szerintem az cipeli, amíg tudja, és aztán mindig jobbat remél, a jobbtól is mindig jobbat remél. Engem ez egy picit ez a telhetetlenség visz is előre, hogy soha nem kényelmesedek abban, hogy most ez megvolt, és akkor már mit tudom én, az Arénás nagy koncert után, ami március 17-én volt, én már 18-án így izéltem, hogy most akkor most mi lesz, hogy ma nem csinálunk semmit. Szóval nekem ez egy nagy, nagy kihívás, én elég hamar megunok mindent, elég hamar belefeledkezem azonnal dolgokba, hogy akkor ezt csinálni kell, szóval felhájpolom magam. De szerintem ez jót is tesz az én nem karrieremnek, mondjuk, ha ezt mondom, az elmúlt évtizedekben. Úgy rég volt már, úristen, de gáz ezt kimondani. Években, maradjunk ennyiben, úristen. Azt hiszem, ezt tökéletesen alátámasztja, hogy nemrégiben Horváth Tomival készítettél egy szenzációs videóklépet. Horváth Tomi? Igen, valahogy így hívják, azt hiszem. Nem tudom, valami jelben is. Nincs itt, nem hallja. És ez néhány nap alatt olyan számot ért el nézettségileg, hogy az valami hihetetlen. Ilyenkor mi játszódik le benned? Hát arra gondoltam, hogy és képzeld, hogy mikor lett volna a nézettség a Horváth Tomi meg a felesége, abban a melegítőben, amiben most vannak. De a ketten piros melegítőben jöttek, nagyon úgy néznek ki, mint a Randy MC. Tomi! Minden oké, haver? Virágokat fúj a szél! Nagyon kellemetlen. Igen. Igen, ez egy nagyon jó dolog, viccet félretéve, ez egy szuper dolog. De amikor megcsináltuk a nótát is, tudtuk, hogy ez egy jó nóta, mindig azt kezdik tőlünk, hogy számítottál? Hát persze, azért csináltuk a nótát, mert tudtuk, hogy jó. Tehát amikor kiadtuk, akkor tudtuk, hogy ez nagyon sikeres lesz. Persze ez félig meddig igaz, mert az ember az, hogy mennyire sikeres, az soha nem tudja. Azt a belehalognál se tudtuk, csak tudtuk, hogy jó, ez egy extra dolog. Ugyanígy tudtuk itt is, hogy ez egy extra jó nóta. Meg hát egy csomó nótánál tudtuk, hogy extra jó. Meg hát azért csinálod, hogy legyen extra jó. Tehát, hogyha én nem érezném azt egy nótánál, hogy extra jó, akkor nem jönnék ki vele. Ami most így a belegondolok, nem feltétlenül igaz, mert csináltunk már csomó olyat is, amit kényszer vagy szerződés szült, és akkor gyorsan ki lehet adni magadból. De egyébként majdnem minden nótánkban az van, hogy a tökéletességre törekszünk. Milyen nagy szavak ezek, de szép, ahogy mondom. Igen. Szerinted a tapasztalatok mik? Mi a közönség kedvenc, és mi Majkának a kedvence? Hát figyelj, ez egy érdekes dolog, mert ezt úgy csinál, mint a George Clooney. Hasonlítunk is egymásra, és úgy is élek. Sajnos nincsen akkora házam, mint Clooney-nak, de egyébként a Clooney azt mondja, és ez egy nagyon jó, hogy 5 filmet nektek, egyet meg magamnak. Tehát 5 filmet csinál, ami a közönségnek szól, ami az Ocean's Eleven, meg az egyéb más közönségfilmek, és egyet pedig megcsinál magának, mint a Jó estét, jó szerencsét, és mondjuk pont azzal is Oscart nyert. De hogy ezt általában is úgy szoktam, hogy mind, amit én csinál, amit csinálok, az én vagyok, de aztán mindig van egy olyan extra, mint például 15 év volt, vagy most van egy új nóta, amit szintén magamnak írtam, lehet így mondani, amiben nem egy percig nem gondolkozom azon, hogy ez tetszeni fog-e vagy nem. Az embereknek ezt azért csinálom, meg mert én ezt meg szeretném csinálni. És mondjuk a legtöbb nótánál így van, sőt minden nótánál így van, de 80-90%-ban, de azért mindig ott van a fejünkben az, amikor nótát készítünk, hogy igen, de hát azért nem lenne rossz, ha ezt mondjuk szétrádióznák, sláger lenne, volna egy nagyon jó refrénje, egy dallamos, én mindig azt mondom, hogy refrén nélkül nincs nóta. Tehát, hogy mindig belepróbálsz beletenni valamit, és van olyan, amikor viszont abszolút nem érdekel ez a dolog. Tehát, hogy abszolút teszel rá, és azt mondod, hogy ezt azért csinálom, hogy én jól szórakozzak. Mondjuk az egészet azért csinálom, hogy én jól szórakozzak. És tök jól szórakozik a közönség is.
A lenti az nagyon jó. Oldalt, akik ülnek, hát azokkal kell kezdeni valamit. Ülve nem lehet ugrálni. Kitalálunk valamit, jó? Figyelj! Azt szeretnék kérni, hogy amikor ugrálni kell, akkor nektek nem kell felállni. Egyszerűen csak az egyik kezet, ha megemeled, és pumpálsz, az már nagyon jó. Az rendre úgy néz ki, mint hogyha ugrálnál, jó? Stim? Yeah? Bologassál, ha érted. Jó, köszönöm. Ezzel az oldal tiszta? Jó. Figyelj! Most egy nagyon picit előveszünk a tapsztudásunkat. Hol? ...2019-re mi a legnagyobb célkitűzésed? Hát 2019-re most van egy pár dolog, ami ha összesűrítem a dolgot, akkor ez nem nekünk, szóval a BSV-nek, már megijedtem, úristen, mondom, füttyek, akkor mennünk mi? Hogy át sem vagyok öltözve. De igen, de most ez a BSV kezd. Szóval 2019-re nagyon-nagyon sok tervünk van, nem lesz nagyon pihenő, utána viszont lesz, tehát 2019 után én megállok, 20 után megállok, és onnantól kezdve én valószínűleg nem nagyon keveset akarok dolgozni most egy-két évig, vagy csak olyan munkákat csinálni, eltelt 5-6-8-10 év, és most szeretném az 1-2 évet a George Clooney féle magamról szólna. Most elmegyek kártyázni tanulni, tehát elmegyek egy fiatal titánhoz, az internetes huszárhoz, akivel átnézettem most a kártyatudásomat, kicsit fel kell újítani, mert már régen csináltam ilyet, próbálok ott fejlődni, meg van egyéb más tervek, amiről még nem is beszélhetek, de az biztos, hogy most a televíziózás az háttérbe fog mondjuk szorulni, a zene az nem, tehát az ugyanúgy megyünk, de egy picit több szabadidőt akarok. Tehát olyan jó lenne elmenni a családtól, nem ahhoz nézni a naptárt, hogy minden hétvégén sztárban sztárva haza kell érni vasárnapra, hanem akarok, akkor legalább, ha pénzt keresek, el tudjak menni a gyerekekkel Maldívra, vagy valahova, és a 10 napot a homokban semmit csinálva eltölteni. Tehát, hogy így ez már olyan jó lenne. Ilyen nekem nagyon kevés van az évben. Köszönöm szépen. Igen, kicsit belemerültünk. Enikő hangulatba került a Majka buli kapcsán, igen. Kicsit térjünk már vissza egyébként ezekre a fogadalmakra. Te fogadtál meg valamit az új évre? Minden évben egy dolgot fogadok meg, hogy nem fogadok meg semmit. De azt nagyon komolyan teszem. De tényleg. És ezt mindig betartod? Ezt mindig következetesen betartom. Sőt, mi több, egy kis kulisszatitokként én elárulom a nézőknek, hogy én olyan szerencsés voltam a 2018-as új év búcsúztatásakor és a 2019-es új év köszöntésekor, hogy átadtam az egészet. Na ezért egyébként irigyellek, nekem tavaly sikerült ezt megcsinálni. Én szoktam fogadni, de ahogy Peti is tanácsolta nekünk, mindig olyanokat fogadok meg, amit nagyjából be is tudok tartani. Kettő ilyen fixem van, az egyik, hogy nem fogom megmászni a Mount Everestet. Igen, ez tartható fogadalom szerintem. Ezt több éve mindig megfogadom, és eddig primát tartom. A másik pedig, hogy következő évben mindig ugyanolyan vicces leszek, mint az előző évben voltam. Ez nem mindig sikerül, a kollégáim erről többet tudnának mesélni. Most mondanám, hogy akkor kérdezzük meg a vezérlőbe a kollégákat, de egyelőre hagyjuk ezt majd egy másik kulisszatitok. Ez majd idén a szilveszteri összesben benne lesz. Nagy szerencse, igen, hogy a kollégák nem ülnek itt. Ehhez meg persze szoktam azért kisebb, nagyobb dolgokat még megfogadni. Mondjuk az edzőterem az egy olyan dolog, hogy nem januárban szeretném majd elkezdeni, hanem
márciusban. Figyelj, február-március környékén igen, már mehetsz nyugodtan, mert addigra alább hagyja az emberek lelkesedése, mert ilyenkor január elején tényleg elmondható, hogy tömve vannak az edzőtermek, mindenki tudja, fűt a vágy és hajt az elérhető cél, hogy a fogadalmakat betartjuk, csak aztán sajnos elég sokan felszokták adni. Igen, volt olyan év, amikor karácsonyra bérletet kaptam, és elmentem, és egy hétig, meg egy hónapig oda be nem lehetett tenni szinte a lábamat, úgyhogy az hát érdekes volt. Na de Nyíregyháza tele van most már kondi parkokkal, tehát nem kell nyomorognod akár, hogyha edzeni akarsz, meg tudod oldani, nem muszáj edzőterembe menni. Ez igaz, na jó, amíg ezt átbeszéljük. A kifogásait szépen húzgálom át. Köszi, hogy számíthatok rád. Na, akkor mi még ezt átbeszéljük, és utána jövünk vissza a második része, Hófehérkével és Cserediákokkal. Maradjanak velünk.